Tamkó Sirató Károly kattentotta. Korszakváltás. Messze-messze Afrikában, a Zambézi folyó partján élt egy apró hottentotta. Kinyátszott a folyóparton sziklák között a homokban. Talált egy különös követ. Mi lehet ez? Latolgatta, fontolgatta az apró kis hottentotta. Arra ballag öreg apó a legbölcsebb hottentotta. Hozzárohan, megkérdezi. Öreg apó, mi ez a kő? Itt találtam a homokban. Nézi öreg apó a legbölcsebb hottentotta. Mi ez a kő? Azt sem tudod? Ide hallgass, édes fiam, ez egy ős kőkori fegyver. Egy szakóca, egy marokő, lehet 30 000 éves, egyik ősöt pattentotta. Bámul a kis hottentotta kezében az ő szakóca, lehet 30 000 éves, egyik őse pattentotta. Ám éppen kezébe illik, harcol vele, csapkod, vágdos, csillog, villog, mint a szikra. Öreg apó, bölcsek bölcsete, legnagyobb hottentotta. Pattints nekem még egy ilyet ide a másik markomba. Hogy még egy ilyet pattintsak? Hová gondolsz, édes fiam? Messzi múlté ez az ipar. Hát hol élsz te? Más divat jár Afrikában, hát nem tudod? Réges-régen nem élünk már a pattintott kőkorszakban. Hát hol élünk, öreg apu? Hogy hol élünk? Ide figyelj! A kattintott fénykorszakban, imígyen szólt öreg apó a legbölcsebb hottentotta, és mivel hogy alkonyodott, s észállt volna a bungallóra, nyelvével egy nagyot csettint, és a villanyt fel kattentotta.